Április 8-án minden magyarországi lakcímmel rendelkező választónak két szavazata lesz. Az egyiket egy egyéni jelöltre adhatja. Ezek a voksok 106 mandátum sorsáról döntenek. A másik szavazatot az országos listát állító pártokra lehet leadni. Ezek alapján legfeljebb 93 mandátumot osztanak szét a 199 fős országgyűlésben. Ha valaki nem a lakóhelyén szavazna, ő április 6-a pénteken délutánig kérheti a helyi választási bizottságtól, hogy máshol szavazhasson. Ez esetben a szavazólapját is utána küldik, és a lakcímének megfelelő egyéni jelöltre szavazhat.